filmforgatás helyszínének adott otthon Gyulán Alladics ház. A jelenetek 1845-ben játszódnak, és a film Petőfi Sándor életéből emel ki egy eddig talán kevésbé ismert történetet. A stábtagok már a gimnáziumi évek óta ismerik egymást, és többször is dolgoztak együtt, vagyis egy fiatal, de összeszokott csapat vágott bele a munkába. A csapatból a legtöbben a Szegedi Tudományegyetem tanulói, és egy különleges helyszínt kerestek ötletük megvalósítására. A Ladics házban forgató társaság korábban már több kis filmet forgatott. Ebből kifolyólag mindenki a saját lehetőségeihez képest járult hozzá a filmkészítéshez, a jelmezeket pedig a Békés Csabai Jókai Színház biztosította. Szerzői filmkészül mondjuk úgy Petőfi Sándornak az életének egy olyan szakaszáról, amit eddig még annyira nem ismerhet a magyar közönség. Ez 1845-ben játszódnak ezek a konkrét jelenetek, de az egész film a tervek szerint majd Petőfi Sándornak a pápai diákéveit fogja bemutatni, vagy hát azt nagy vonalakban. És itt 1845-ben, amíg ő Csapó Máriánál és Vahot Sándornál lakott Budapesten, itt nekik fogja ezt a történetet elmesélni, és itt egy ilyen retrospektív jelenetet láthatunk. Hát ehhez adta a helyszínt a Gyulai Ladics ház, aminek nagyon-nagyon hálásak vagyunk, mert így autentikus helyszínen és autentikus díszletben forgathatjuk ezt a filmet. Ehhez mérten próbáltunk mind technikában, mind felkészültségben méltóak lenni. Petőfi Sándort a legtöbben valószínűleg 1848-as tettei miatt ismerhetik, az egyetemisták célja viszont éppen az volt, hogy egy másik oldalról mutassák be a nemzeti hős életét. A stábtagok elmondták, nem ez az első alkalom, hogy egy Petőfi történetet dolgoznak fel. Mindezzel jelezni szeretnék azt is, hogy mennyire tisztelik az életművét. Összeállt egy ilyen baráti társaság, akik így ilyen hobbi szinten, de azért viszonylag tapasztaltan értenek a filmezéshez, tehát így van operatőrünk, így a világosítást meg tudtuk oldani. De egyébként ez eddig egy ilyen nagyon alulról szerveződő, egy ilyen közösségi összefogással készülő film. Igazából mindenki beszállt, amivel tudott, tehát van így, tehát így kamera, fény, mit tudom én, technika, a jelmezek, tehát a jelmezeket például a Békés Csabai Jókai Színház biztosította számunkra. Úgyhogy ez a filmnek, ha elkészül, az lesz az értéke, hogy egy közösségi összefogás részeként született meg. A film elkészítését követően a csapat azon fog dolgozni, hogy a fiatalabbakat és az idősebbeket is megszólítva minél többek láthassák majd az elkészült alkotást.